mi is lesz most július 7-én, azaz egy pár nap múlva, és miért mondják egyesek, hogy ez egy új jövőbeli bolygó, egy új föld lesz. Egy, egy, olyan nagy változás, ami nagyon sok ember, aki, ami több millió embert fog megváltoztatni. Konkrétan kettő számot szeretnék mondani, ami fontos lehet, és ezt olyan emberektől hallottam, akik nagyon magas rezgés szinten, vagy több dimenzióban tudnak látni, érzékelni ezen a, ezen a földön, ezen a bolygón. És az egyik fontos szám, és azért is július 7-e, mert 7-7, és a 2023, hogyha összeadjuk, akkor 7-7-7. És a Bibliában van a Jelenések könyvben ez a 144 ezer ember. És öm, azt írja a Biblia, hogy a 144 ezer embernek egy erősebb kapcsolata van Istenhez, az univerzumhoz, önmagához, ezáltal ugye önmagához. Az elfogadás, a szeretet, az sokkal erősebben áramlik ebben a 144 ezer emberben. Mondhatjuk, úgy ilyen kicsit ilyen kiválasztott vagy ilyen segítők, típusú emberek, akik 500 millió embert fognak segíteni. És ugye ugye 8 milliárdon vagyunk e, körülbelül, és ez nem jelenti, hogy akkor 8 vagy 7,5 milliárd ember meg fog halni rögtön, hanem egy. E, egy nagy változás fog történni, ami lassan el fog kezdődni most, július 7-től. És tavaly raktam is fel egy videót, ott, ott ilyen technikai dolgokat említettem inkább, hogy mi lesz 2023, ugye idén, 24-5-6-ban, és akkor ezt egy kicsit jobban, konkrétabban a spirituális értelmét szeretném felbontani. Én úgy érzem, hogy a következő két évben olyan változások lesznek, hogy, hogy ugye a 8 milliárd, hogyha tényleg ez a szám, hogy 8 milliárd és fél milliárd, az 500 millió ember, szóval 500 millió ember az, aki a 144 ezer fontos segítő, akik, akik be, belső kapcsolatuk van ugye az univerzumhoz, és fognak segíteni 500 millió embert egy magasabb rezgés, egy pozitívabb földhöz jutni, úgymondva. És, és ezért is van ez a változás, ezért is mondják ezt az óriási változást. Én azt látom, vagy azt érzékelem, hogy Kettő, ismét, hogy kettő külön csop, ember csoport lesz. Az egyik, ö, akik abban a játszmában lesznek, és maradnak, ahol a, a gazdasági rendszer az ugye meg akar szep, szeparálni minket. El akar osztani folyamatosan minket, ö, és nem egységesen összerakni minket, hanem mindenben a a politikában a jobb meg a bal, olyan filmek, hogy mindig a gonosz és a, és a jó, és mindig kettő megkülönítést akar nagyon erősen csinálni, hogy te vagy a legjobb, te vagy nem a legjobb. Ugye mindenben a, a elkülönítést akarja, az elszeparálást. És úgy érzem, hogy több milliárd ember ugye ebben a a félelemben, ebben az aggódásban fog élni, szóval fog tovább élni, lehet, hogy nekik a számokra nem lesz egy nagy változás. Olyan, mintha a mostani minden napjaikat élnék, úgy, hogy kicsit aggódásban, vagy bizonytalanságban. Hogy, és abban a játszmában, hogy hú, minden, ami kívül van tőlem, az az, az ok. Az okozza az én szörnyű életemet, az okozza az én bizonytalanságot a világban, és azok az emberek mindig öm, külső tényezőket fo ö, ra, külső tényezőkre fogják bízni az életüket. És, és félelemben játszmában mindig, hogy hú, hát én, én nagyon erősen jobboldali vagyok, és én utálom a baloldalt, amikor, ha megnézzük, a mögött minden egy minden egy egység van, és, és valójában nem létezik jobb meg baloldal. Valójában nem létezik teljesen gonosz és teljesen jó. És, és a verseny, a versenyszellem, hogy jó, akkor letaposni mindenkit, hogy én legyek, én nyussak előre, ez, ez nem lesz a, a, a jövő, jövőben. Illetve azoknak az embereknek az életében lesz akik ezt látják, ebben a játszmában vannak, és a másik a fele, vagyis a, a, a 144 ezer ember plusz az 500 millió ember, ők ugye én szerintem, ugye ez csak az én véleményem, ők egy olyan életet szeretnének majd élni, ahol, ahol a megosztás, a szeretet, a ön. Feláldozás lesz, mások emberek, és egy olyan csoportban, azok az emberek olyan csoportban lesznek, olyan közösségekben lesznek, ahol folyamatosan meg tudnak osztani szeretetet, áramlást, és nekik a pénzrendszer nem lesz olyan fontos, mert ez olyan, mint egy faluban, hogyha 30 ember, 30 család van a faluban, és mindenki bíz egymásban, és, és, tud, és tud, mindenki tudja, hogyha valaki van valami probléma a faluban, akkor mindig bizalommal ott van valaki, aki a hátadat meg tudja veregetni, és, és tud támogatni, bármi történik. És ezzel a fél milliárd emberrel én úgy érzem, hogy, hogy nekik már kevésbé lesz fontos az, hogy milyen pénzvilágban élünk. Ezért is van az, hogy sokan mondják, hogy egy teljesen más pénzvilág lesz, és, és tényleg úgy érzem, hogy egy nagy, a következő 18 hónapban egy nagyon nagy változás lesz a digitális, meg a pénzvilágban, lehet, hogy lesz egy, egy kisebb, nagyobb csőd, de ez valójában csak azokat fog érinteni, akiknek nagyon fontos ez a játszma, ez a félelem játszma, ez a bizonytalanság azok, akik a belső szeretetet, a belső biztosság és az elfogadásban élnek, nekik nem lesz fontos az, hogy most milyen külső beli eh, anyagi csőd, vagy, vagy, anyagi változás lesz az életben. Mert mindig egymásra fognak tudni számítani. Hagy mondjak még erre egy példát, és itt is visszatérek a tiszta áramlásra és egy ilyen metaforát, hogyha én nagyon sok pénzt szeretnék, nagyon sok jó dolgot szeretnék az életemben, kicsit olyan, mint a, a kaja, az, a, ha én folyamatosan eszek, és tele tömöm magam, mintha pénzt folyamatosan kapnék, de nem költöm el, akkor egy idő után betegség lesz a testemben. Mert az áramlás az nem tiszta az áramlás az, az bejön, viszont ha nem megyek sose a WC-re, és a testem, testemért nem, az ára, a kimenő áramlásra nem figyelek, akkor én egy beteg leszek. Szóval óriás leszek, ha nem megyek sose WC-re, akkor én, én, én beteg leszek, és ezt a tiszta áramlást nem fogom tudni megtapasztalni. És úgy érzem, ez, ez a mohóság, ez a játszma, ez a félelem, ez lesz a két elszeperálás, most, ami a következő hónapokban fog kezdődni, szóval nagyon fontosnak tartom ezt a tiszta, szeretet áramlást, hogy amit megkapunk, azt, azt ha ki tudjuk tisztán adni, akkor az, az azonnal visszajön. Szóval és először ahhoz, hogy kapjunk, először adnunk kell. Szóval, ha tudunk adni, és szívből, és nincs az a félelem, hogy, hogy, ú, most akkor kiadok pénzt, és akkor ez mikor fog visszajönni, nem. Ahogy, ahogy kijön, ugye, mint az, mint az energiában, minden egyes energia, ami beérkezik, az, az ellentétes energiával vissza fog jönni. Ezt, én ezt a jövőt látom, hogy, hogy ez a 500 millió ember, a bolygón ezt fogja képviselni. És nekik, nekik nem lesz olyan fontos, hogy milyen gazdasági világ lesz, mert akkor is a belső gazdaságuk az, az, az mindig meg lesz. Szóval, ha belülről van nekünk egy, egy belső érték, be, belső kincsek, ugye egy belső gazdagság, akkor teljesen mindegy a, a külső gazdagság mert azt emberekkel tudjuk megosztani. És van egy Ken Honda nevezett japán spirituális könyvíró, Happy Money, amit amit nagyon javaslok sokaknak, ugye ő, ő azt írja, hogy ne abba fektessünk be, ne, nem az a kérdés, hogy akkor mibe fektessünk be, milyen anyagi dolgokba fektessünk be a következő években, hanem kapcsolatokba fektessünk be. És minél több ember, fontos ember, akit szeretünk, akivel szeretünk lenni. Mert hogyha van 30 ember, aki tud segíteni nekünk, hogyha ha bármi történt, akkor egy életen keresztül bármi történik, mindig az van a fejünkben, hogy hú, mindig lesz 30 ember, aki tud támogatni, aki tud vigyázni rám. És akkor nem kell aggódni, hogy milyen milyen világ lesz, mert mi megteremtjük azt a saját boldog, jövőbeli világunkat. Ezt akartam a mai nap megosztani. Kérem, a, ha van kérdés, én sejtem, hogy ebből, ebből sok komment lesz, nyugodtan írjátok lent a kommentekben, és mindenkinek egy tiszta áramlást, és egy új július 7-től egy új földet, egy új energiát tapasztoljunk meg együtt. Si esto.